Ja, hogy nem volt hangom. Így emes. Jól van, most fel lesz hang. Jó. Ez most azért volt, mert ilyet nem nagyon csináltam még, hogy belőttem a streamet, volt stream, csak nem a Diablo 3 volt ugye rajta, hanem betettem így egy képet, hogy amíg afk vagyok, hogy legyen ott valaki, valami, hogy tudjátok majd, hogy 8-tól lesz stream, meg kiírtam a hír alá is, de ott ugye nem biztos, hogy mindenki nézi, úgyhogy azért gondoltam, hogy... Ez hello. Vali. Hello. Cső. Lesz bátyámnak partiba? Hogy mondod? Hogy tervezted? Jöhet bátyám is partizni? Hát persze, hogy jöhet. Hogy a francba ne? Király. Kész van. Ő nem játszik most már egycsig, azt mondta. Vagyis hát kiegészítőig. Hát hogy? Mert fölöslegesnek érni. Ja, hát az úgy kemény. Hát pedig azért mégiscsak itt paragon szinten lehet itt még azért dolgozgatni. Ja. Ghibellini meg AFK úgy látom szokásához híve. Azért, hogy kérdezgetik, hogy van-e hely a klámba. De hát most ez egy ilyen téma, ezzel nem lehet mit kezdeni. Minek szexi a hangja? Hát áruljátok már el, nem értem. Írják a Tvorón is, Tvoró is írta, hogy szexi ez a hang, ez a búgás. Vagy nem tudom, hogy most megint búg a Miki, vagy... De Démon írtó, ő meg azt írja, hogy nem volt búgás. Hát egy ilyen nagyon szolid háttérzúgás. Az van. Igen. Amikor beszélsz. Igen. Ja, hát basszus kulcs, nem tudom mit csinálja. De nem biztos. Jó. Na, akkor imbeljük is az embereket, aztán már sem hárman elkezdjük. Na, már van Ghibellini? Mindig csűtirok. Azt mondták, hogy azoknak vészes ez a búgás, akik ilyen 2.1 vagy 5.1-es hangrendszerrel hallgatják, és a mély nyomóról attól kiadja. Igen. A 2.1-en van, de nem vészes. Duró. Duró. Kitaláltam már rá egyébként egy megoldást. Fogok venni egy ilyen csíptethető mikrofont. Cső. Na, itt vagyunk mindnyájan. Frankó, akkor indítom. Na képzeljétek el, most azért 8-kor jöttem, nem 7-kor. Ugyanis szerkesztettem egyedül a D3 launch party kérdéseket a kvízjátékhoz. Például? Előjáróban. Átkültetném a dokumentumot. Előjáróban. 5 órán át azzal szoptam. És 90 kérdés született meg. Hát jó, de hány kör lesz, érted?
nem tudom, hogy hány kör vagy, hogy osztják be a srácok, az már rájuk van bízva, csak mondták a szervezők, hogy írjam össze a kérdéseket, összeírtam nekik, aztán csináljanak. Hogy legyek, nekem azért a Diablo Transport ilyen az annyira tetszett, amikor valami döntetlen. Jó, akkor ez esetleg a döntés, ez esetleg. Lassan kéne új kérdéseket írni. Első körre, hát az pedig azért arra is volt nem tudom hány kérdés, szerintem 100-100-ot írtunk arra is össze talán. Aha. De akkor egyedül írtad, vagy akkor nem? Akkor nem egyedül írtam, de akkor is én írtam a javát, ilyen nem tudom, vagy 40-50-et én írtam belőle talán. És akkor hogy döntöttél végén? Inkább Diablo 3? Hogy mondod? Inkább Diablo 3-as kérdések vannak akkor benne? Hallod, bakker, vegyesen minden. Egy, kettő, három, gameplay, Reaper of Souls, lore, minden van benne. Blizzardról általánosságban is van egy pár kérdés. Ja. Úgyhogy nagyon-nagyon, hát azért is tartott ennyi ideig bakker megszülni azt azért. 90 kérdést kigondolni úgy, hogy még négy választ is találjak ki mellé, amiből az egyik az helyes válasz. Igen, de a Tótói falu azt tetszett igazából azért ilyeneket kitalálni. Hogy micsoda? Hát egyben is a Tótói falu. Ja, igen. Melyik volt a főváros a kettőnek, a Diablo 2-nek? Most, most is tettem bele amúgy poénos dolgokat egyébként, tehát nem tudom, hogy ennyire fog. Ja, ja. De amúgy vannak olyan kérdések, amik Reaper of Souls tekintetében spoileresnek tűnhetnek talán. De úgy gondolom, hogy mivel a marketing már így is annyi mindent felfedett, semmi hát olyat nem... Szinte. Tessék? Már szinte mindent igazából, mert nincs valami olyan dolog, amit nem tud. Tehát kb. Érted most így... Nincs. Micsoda? Ma ezer kívül egyedül nincsen fönt videóban. Aha. De nem csak az, hanem tudod így ezek a hivatalos videók, cinematic hát trailerek, mit tudom én, tehát inkább hát elsősorban. Most ami jött ki is, ez a másik perc, hogy ilyen étvágy gerjesztő, ugye prof rakott ki, az is igazából egy ötlenben van. Ja. Hát igen. Annyit még azért mondanék, hogy akik szeretnének menni a quizre, vagy csak úgy érdekli őket, vagy ilyesmi, azok az oldalon is olvassanak benne így az utóbbi hírekben, meg tehát így nem árt követni az oldalt sem. Ja. Amúgy megint lehet előre fizetni majdnem, azt mondták talán. Igen, igen. Ki lehet fizetni a játékot, hogy gyorsabban menjen majd éjfélkor a kassza. Jaj. Sőt, most utalhatod nekem. Amúgy valami ma hiszem, ugye, hogy akkor megerősítsem. Az basszus, hogy pont volt, ugye tegnap stream közben rendeltem, mert azt mondja, hogy pont volt nekik. Collector's Edition. Az fasza. Mondták, hogy nagyon kevés van. Azóta is rákérdeztem, nem tudtak. Ja, meg hát nem tudom, hogy itt vannak azok, akik... Baszki. Belerohantam maggal. Ez kemény. Befagyatottam. Ne siess amúgy. Hát, már ugrom készült. Ja? Meg a valami... Készült ez. Tök tetszik, hogy a Crusadernek is van ilyen átalakuló formai a Amarak Champion. Hogy milyen formi jól néz ki. Az elég jó van. Ja, ha jól néz ki, vagy fa, az meg. Hát de milyen effektet kap. Ja, de amúgy a Berserk is kicsit jól néz ki, szerintem azt is nagyon eltalálták. De csak egy pont erre kap egy olyan bónusz, az egyik szettel, vagy azt hiszem szettel, de... Igen, a hatos szett bónusz. Melyik a hatos szett bónusz, ahogy Brat fel annyi időadba kerül minden, vagy hogy van? Fel annyi idő a kódon. Az már valami kettes, vagy még? Ja, az valami kisebb, tényleg igazodban jel. Az a négyes, azt hiszem. Kettes, ez csak a frank. Igen, nem a csak volt, hanem a második, igen. És ha a 4-es az mennyi cooldown csökkent az rajta, hogy uradból? Az a 6-os, hogy 50%. És alapból mennyi 2 perc, vagy mennyi? 90%-et viszont. Csak 90%-a. Nem tudom, annak így nem nézni, hogy én utána annak kijönnek. Baszki! Ja, hát baszkos, persze, hogy jó. Ez egyértelmű, CD érted. De maga hát, a skill, tehát az kb. Egy berserk, tehát a konstans berserk, a barbár. Hát, igen, igen, de attól függetlenül, hogy minden kasznak kell ilyen igazából, mert belegondolsz, egy champion pak arányában annyi
van több idő megölni, mert egyszerűen az ember nem ölné meg, hogyha nem lenne ilyen tévé. Ezeket ezt kipályok, hogy nem sokkal. Nem, ez sok úgy is adok életet. Nem is látom. Hát egy személyesbe ad egy ilyen torment 6-on 1 millió XP-t. Egy champion ad annyit. Championoknak meg a bossoknak amúgy XP-t viszont megnövelhetnék elég nagy mértékbe. Az biztos. Csak mondjuk egy perc kinyírni ezt a 3-at, és egy perc alatt 3 millió, az elég szar mondjuk a 10 milliós, alsó hangon 10 millió, inkább 15-20 millió, amit szerzünk másra. Jó, csak az a baj, hogy meg addig követhet, hogy ugyanúgy itt a fák, amíg meg nem halnak. Igen, csak hogy a area damage-ünk van előbb-utóbb elhullanak, és túl sok minden nem tudnak ugye hozzátenni. Jó, ez igaz. Amúgy azon meglepődtem, hogy a Aristánokat csak 12-ig kell húzni, én azt nem 15-ig. Gyertek ide, itt van egy pár még. Valaki amúgy egy picikét úgy visszhangzik, vagy nem tudom, tehát itt valakitől visszahallunk mindenki mást. Most tudom vagyok. Én is. Vagyok. Akkor valaki lehet, hogy nyomva tartja véletlenül, vagy nem tudom, beakadt a TeamSpeak. Nekem szokott olyat csinálni egyébként a TS3, hogy így mit tudom én, beszélgetek ugye, és akkor egyszer csak beragad, és nem a gomb ragad be, amivel nyomom a push-to-talkot. Tehát ez nem tudom, az is ilyen érdekes, alkalmazás függő. Mert például a stream is olyan, hogy amikor stream, átváltok arra a progira, amivel streamelek, hiába nyomom a gombot, akkor nem tudok beszélni TS-en. Viszont a mikrofon jelét azt gondolom ugyanúgy veszi, vagy nem tudom. Ez hova meghalt az életopok? Jaja. De az a bó az tényleg jó amúgy, amivel értél. Eléggé hasznos az a alapképessége, a legendari képessége, az meg hát tényleg legendari. Ez nagyon durva. Ez melyik? Miről beszéltek? Nem tudom, ez milyen leve. 4-7 generál az elemental erről. Ja, nem elhasználó, hanem generáló lesz elemental erről, bármelyik rúnával. Azért ez ilyen bonzulmus. Alaplövések, hogy ilyen 150% damage-esek, az meg 300% az elementál. Ja, yeah. Meg radar. És ráadásul 4-es generált, tehát még az... Meg ne felejtsd el azt, hogy az alaplövő skill-ek azok eléggé kevés target-ek sebeznek a elementál. Ja, az meg rá. Hogyha esik most egy ilyen ból, azt viszont... Stipi, azt adnál oda, hogyha rosszabb, mint ez. Ha nekem esik, én odaadom. Ja, ezt nem tudom. Én nekem már esett 3. Egyébként sokkal jobb nem tud esni. Mennyi. Ezt viszont kipróbálnám, amúgy nem tudtuk, hogy én mondtad, de egy ilyen ból azért basszus annyit változtat a hajta, hogy lehet, hogy jól lenne. Mert amúgy mennyit generálnak a Demon Hunternek általánosságban a... 3. Ja, kevesebbet is generálnak a feladást. 3-at generál, ez meg 3 vagy 4-en róla. 4-et. Az túlva. Hát igen, azért az beteg egy kicsit. Meg alapból az, hogy érted, alapból kerülne egy előmés, és a 15 vagy 20 étvetve. Mm-hmm. És azért az elég... Jó, de akkor is így meg termény helyett azért eléggé brutális. Hát igen, az így... Tehát eleve használom mindig a... Ez a smokes. Jaj, a smokes. Jaj, a Mark Forget. Igen. Ha valakire ráteszem, és utána azt sebzem, azért kapok egy 7 hibet lényeket. Ja. Azzal lehet, hogy a nagy XP-del csak úgy tudom tartani. De így meg teljesen jó vagyok, tehát folyamatosan nyomom a... Jobb klikkel van a Thrusterről. Jaj, hát amúgy most viszont az annak nem tudom az amit műveltek, de az nagyon erős. Kb. 1000% egy sebzést ugye itt. Ja, főleg, hogyha van Fire Dimidget. És nem, van, de hogy nem is akad el ráadásul. Ja. Hát, hogy egy terület, amelyik területet megjelölt, oda lövi ki. Tehát nem az első kontaktban. Az eléggé jó dolog. Mik a falba elakad. A falba elakad persze, de tömegen át tudsz lőni hátsókat, piászokra, hátulra simán. Az ez egy csorú kérdező, nem érdemes esélytet. Ja, ez igaz.
A közben még egy pillanat, elmondom már ismét a nézőknek, hogy lehet nyerni majd ma este konzolverziós Diablo 3 alapjátékot. A nyertes választja ki, hogy PlayStation 3 vagy Xbox 360, és ma este egy darabot lehet nyerni. És azt hiszem ennyi. Ja. Ja, és majd a nyerteseket, ugye ez megy majd a Reaper of Souls megjelenéséig minden este. Ha egy este kimarad, akkor a következő este lesz két darab, vagy hát egyel több darab. És hogyha majd mindenki, minden nyertes megvan, akkor össze a nyerteseket, de már nem kell a nyerteseknek semmit sem csinálni, csak azt jelenti, hogy a Reaper of Souls megjelenése után kerülnek majd kipostázásra. Ennyi. Na, ennyi volt a reklám ideje. Ja, meg amúgy megcsináltam a támogatás gombot, lehet majd támogatni. Hol most csinálom? Nem mondod. Akkor be. Csináld meg azt a gombot, amivel indítod a játékot. Vártam, hogy lépjetek ki. Valaki nem volt kilépve. Én voltam benne. Na már ide, amikor a támogatást mondtad, akkor léptem ki. Ja, akkor meg pont nem ide néztem, bocs. Csak éppen elfejtettem a kosztját. Ez így, re. Ja, semmi. Hova mentél? Rád jöttem. Jó. Ja, ja, akkor jó. Csak olyan hiányzott néhány waypoint, és akkor azt mondta, hogy rossz quest, azt talán tudom. Pillanat is mondja, csak gyorsan szerint így. Nem tudom, mennyi lóvé van a számlámon. Gib, te leszel az első adakozó. Ajó, ez itt mi volt? Nem is jött felém lövedék. 5 centire volt, erre megtartott. Bye bye, 300 millió bónusz XP. Volt poolod? Néhány. Az derék. De 300 millához elég, vagy 3 pool? 2? Hát nem, most 25 millió, nem, 49 millió elég. Nekem 6. Nekem meg 8. Nekem meg 2. Na, tettek ki egy nagyon frankó képet Pandemoniumról. Diablós Facebook oldalt követek, aztán azon nézem. Na jó, majd elintézem utána, mert jelszumomat nem tudom, hogy írtam. Moksa. Nem tudod föltörni a saját accountodat? Ja, hát igen. Úgyhogy van rajta kb. 500 forint. Na de gép, hogyha megelőznek és nem te leszel az első adakozóm, akkor mi lesz itt? Katasztrófa. De ha ezen fontos fog nyúlni, akkor viszont a PayPal-ra föl nem rakom, majd eljött találkozóra, majd ott odaadom. Úgy van, megkértem a srácokat odafenn, hát odafenn, hát a pestieket megkértem, hogy legyenek szívesek postázni majd, mert így egyáltalán nem biztos, sőt, hát inkább azt tartom valószínűleg, hogy így nem tudok elmenni, mert hogy nekem pénzem az egyáltalán nincs rá. Aztán mondtam, hogy esetleg megtámogathatna a szerkesztőség egy kicsit, hogy legalább egy vonatjeggyel. De aztán azt mondták, hogy nem. Pedig szerettem volna elmenni, de hát na mindegy, ez van. Csak érted, így egy kicsit szar, hogy nem is fogom látni az emberek fejét, meg tavaly is a videót is mit csináltuk, ugye? Mi, akik úgy nem budapestiek voltunk, mert amúgy nem lett volna róla videó, vagy nem is tudom, hogy senkit nem láttam, aki videózott volna. A személy szerint én két kell még megfejelném az, amíg úgy nem lenne gond. Ja, én közben nem néztem meg, ilyesmi nekem most nincs megnyitva, de ránézhetem, hogy ki lett az, vagy ránézhetek, hogy ki lett az első. Sose csináltam még egyébként ilyet sem, hogy
hogy ilyen P-pulos adakozós cuccot kitegyek meg. Igazából ez nekem olyan számomra negatív értet, hogy olyan, mint hogyha koldulna az ember, vagy nem tudom. Pedig igazából lehet, hogy arról van szó, hogy csak értékelik így a játékosokat, vagy ilyesmi Twitch-en, nem tudom. Ha mindjárt belépek, aztán megnézem. Ja, hoppá, kaptam róla iszét. Kaptam róla értesítőt. Miről? Nem mondod. Na mi van? Hát ezt ki szabad mondani? Na miért? Hát... Na, szabad. Kaptál lóvét? Kaptam lóvét, ja. Menj. Akkor mégiscsak mész. Hát, úgy néz ki. Na, olyan. De most nem tudom, hogy ilyenkor kell csinálni valamit. Na, azt írja, hogy... Kell írni ilyen vizét, hogy best donator és kettős pont. Hát szerintem ő fog egy darabig vezetni, csak ugye nyilván valós nevet, meg ilyesmiket nem írok ki, de nem tudom, hogy ez emberek ellenére van-e, hogy esetleg a nick nevüket kiírjam, channel nevüket. De hát ezt megkaptam, ezt, fú, ez kurvára, köszönöm. Hát gondolom, aki donétel, szívesen vállalja a nevét. Amúgy nevét. Ja, hát, másom is nevét. Gabriel küldött nekem 10.000 forintot. Az igen. Azt nagyon szépen köszönöm. Hát ez ilyet én nem gondoltam volna. Ez hihetetlen. Na. Ja. Neki meg ugye kell szállni. És ennek én is jövök annyira szerintem, mint amely legalább ott leszek. Vegyél belőle Hoffman. Igen. Ja. Ha a másik szerintre tartunk, majd a következő transportja, a kövi kiegére. Ja. Na, az fasza. Akkor az 500 forintodat... Hát már azt is elküldheted, és akkor tuki lesz pénze. Elküldöm még a távol. Felszottak amúgy ilyen 5 centeket. Figyelj, én beállítottam úgy, hogy magyar forintot lehet küldeni, mindenki magának úgy beállítja, ugye az árfolyammal sincs kalkulálás, meg ilyesmi. Aztán bár igaz, hogy így nemzetközileg nem hiszem, hogy fogok bárhonnan kapni, de nem is érdekel különösebben. Azt viszont tudom ígérni, hogy bár ebből a pénzből is, ami megmarad, valami, egy részét valamit kitalálok, aztán veszek belőle, mit tudom én, valami kis cuccot, aztán kisorsolok itt dolgokat. Ilyen izé, stúdió mikrofon. Ja. Fú, baszki, de hát ez kurvára megilletődtem most így, hogy... De ez most nem az, hogy lehet, hogy ott leszel, most már ott kell lenni. Hát most már ott leszek. Gabriel, te jössz majd, micsodára? Launch partira? Már akkor szívesen kezet ráznék veled, és megköszönném személyesen is. Amúgy paypalra utaltad ki, amit kerestél a Gordel adásból? Persze. Na, azért. Megvan a játékára, jaj, nem, igazából nagyon-nagyon van hová tennem, mert gépre is kölcsönkértem. Ja. És hát azt vissza kell fizetni. Okay. Ezen felül egyetemre járok ugye, aztán így rengeteg nem kérdés. Nem ösztöndíjas gondolom. Tessék? Gondolom nem ösztöndíjasra. Á, én költségtérítésesen vagyok. Ja. Nekem amúgy a magyar logikában az valami orvosi egyetem szövegünk van. Mert? Hát mert van 10 ingyenes hely körülbelül az egész országban, ugye? És amúgy meg 1 millió forint egy fél év és minimum 12 fél év. Az a legalja, az orvosi egyetem. Jó, miból van tudó? Orvosiból nem. Hát azt mondom, abban is minimum 6 év. Tehát nem 10 pozícióban, ha orvosi. De tök mindig érted, és úgy kezd az életed, hogy ilyen több 10 milliós adóssággal. Olyan területet választ, hiszem, hogy gyakorlatilag nincs igényét a jogászból, hogy elég terített piac. És
akkor minek finanszírozzon az állam olyat, amit gyakorlatilag nincs rá szükség. De amúgy szeretnél tanulni, amire nincs szükség, akkor fizess. Miért szerinted orvosra nincs szükség? Ezt mondom, hogy nem orvosra van 10-es munka. De orvosra is marra kevés van. Nagyon kevés ott is a fizető. Hát olyan ingyenes. Van pár száz. Jó, de amúgy belegondolsz, hogy orvosként viszont nem éri meg egyszerűen valamire menni ingyenesen, mert oké, hogy drága, de viszont az mellett meg az a baj, hogyha meg ugye ingyenesen mész, akkor elvég nem mehetsz külföldre. Vagy azt most már nincs ilyen? Kimehetsz, csak hogy az külföldre mész, akkor vissza kell fizetni. 20 év alatt kell, azt hiszem 5 évet tud dolgozni, valami ilyen, vagy 10 év alatt. Tehát a képzési hossz, akkor 6 éve kell, van viszonylag hosszú időre. Most ha külföldre mész, akkor valószínűleg elég jól tudsz keresni. És visszafizeted azt a pénzt, nézzük. Egy-két hónapból. Most, ha meg nem jön be az élet külföldön, akkor minek néz külföldre, akkor dolgozzál. Én mondom, külföldön, még akkor is a legrosszabb kórházba is körülbelül többet keresem, mint Magyarországon a legjobba. Hát így, nem. Magyarországon nem kell akkor aggódni azon, hogy 10 millió forintos adósság kezdesz, mert mondjuk az első hónapban visszafizetsz mondjuk felé. Ja, hát akár. Hát igen, úgy nem csak, hát azért az egy érdekes dolog. Megvan nyilván ennek az átoldala is, de érthető szerintem az, hogy ez az állam, ami eleve nincs túl jó faszba. Hát és akkor így azért elég komoly pénzek. Tehát ennek azért ennyibe kerül a költségterítés, mert ennyibe kerül a képzés. Csak tudod, mindenki igazából csodálkoznak, hogy az orvosok is mennek ki sorba külföldre, vajon miért? Senki nem csodálkozik. Igen. Nincs olyan ember, aki ezért csinálja. Hát valami ilyen 120, hogy mennyi a kezdőt a rezidensi pénz. Hát köszönöm, 6 év, egyik legnehezebb egyetem. Hát nekünk egyik ismerősünk az orvos, már nem egy fiatal, 55 éves. Ő úgy dolgozik, hogy ő 3 műszakot vállal. Tehát, hogy ő úgy van otthon, úgy dolgozik, hogy majdnem 30 órát dolgozik, és otthon van 6 órát. És ez folyamatosan. Tehát, hogy egy héten otthon van körülbelül 20 órát. De viszont így keres összesen, mint mondjuk 1 millió körül. Hogy addig alapsosan. Hát ez az. Ez az. És Magyarországon meg ugye ráadásul alapból rohadt kevés orvos is van. De volt bocs, egy kicsit lemaradtam most. Volt egy ilyen, itt mint beszéltál, hogy azt mondta a csávó, hogy nem érti azt, hogy az orvosok miért nincsen Magyarország fele lojalitása, hogy kisebb fizetésért is itt maradjanak. Baszk, én sem maradni. Fel akkor a fizetésére is dolgozik ugyanannyit, vagy még többet. Hülye lennék. Talán annyiért, mint Európában már, hogy... Ez a baj, itt nem fele van, hanem... Egy harmada, jó? Igen. A létszükségletnek a feléért dolgoznak mondjuk. És nem is egy kellemes munka, attól függetlenül, mert azért tényleg... Ez a hivatás. Ez úgy hívják. Hát, az tényleg hivatás, igen. Ebből rossz. Igen, jövök. Basszus, azért jó beúsztál ráink a színbe. Meddig voltál még tegnap? Nem sokáig. De nincs itt. Itt ők csak közben így... Még most állítgatom a Twitch-et, kiírom már az adományozókat. Most hányas pontot nem láttam? Nem szóval. Hát 5 szintet lépett tegnap, vagy 3-15 körül volt. De még 206-os volt. Ja, elég. Hát de 10 szint az meg ott az elején, az még gyors. Elején. Azért az már nem annyira az ereje. És már nekem is 400 hát bizony az, székkel. Hát kb. Azon a szinten körülbelül 4 óra volt még egy szint. És ez 10 szint, 2,5 óra. Egy hát milliárdos tempó. Egy milliárdos tempó és 3 szint 1 óra. 20 perc. Mert ott már 300 millió XP. 300. Hát nekem már 30 szinte 200-ason volt először 300 millió, most 230-ason már majdnem 400 millió, sőt már lehet 400 millió amúgy. Na nekem most olyan 490 vagy nem. Mennyi. 30 szintenként 90 millió. Akkor olyan 60 millióval van, hát ilyen, ja, most már 320 körül van neki, 330-40. Ja, az körül ilyen millió.
Ja. De hát, hogyha jól kijön a lépés, akkor ilyen 1,2 milliárddal is tudunk menni. Igen. Ja. Nagyon óra 20 perc. Na már közben tépéztek? Már bocsi, csak közben kiírtam ezt a témát. Menüben vagytok? Igen. Jó, jó. Pont mondtam neki, hogy egészen belehúztál tegnap egy csát a 10 Ja, azt hallottam közben, csak beszélni nem tudtam, ugye, mert át voltam állva erre a cuccra. Nem tudom, meddig voltunk fenn? Sokáig. Éjfélig kb. Jaja. Te meg olyan 10-kor mentél? Ja, hát én 10-kor igen. Aha. Hát akkor azért. Hát 2 milliárd XP kb. Ja. De egy utolérni már azért nem fog. De igen, akkor sincs ebből itt egy. Utol lesz elég? Hát, lehet. Majd talán a rossba, bár akkor te is sokat fogsz játszani. Lehet. Ki tud kevesebb alvással illetve maradni tovább. Ezt megjelen szerintem úgy. Jó, mondjuk most jelenleg gyógyszerek miatt basszus olyan fáradékony vagyok, hogy nem tudok 10 év tovább fölmenni. Igen. Gondolom, ja. Hogy jót tesz az egészségednek, hogyha ilyen napi egy órákat alszol. De, kurva jót tesz, ez szép. De most azért is alszok olyan sokat basszus, hogy rá azt értek, hogy akkor ne kelljen. Hát ezt nem hiszem, hogy így működik. Lehet, hogy nem így működik basszus, de úgy vagyok vele, hogy látom. Próbált megérni. Ott bakker, én is tegnap lefeküdtem, nem tudom, még elkezdtem nézni egy hülye sorozatot. Aztán nem bírtam, mert egy álmos voltam, minden bajom volt amúgy. Aztán így, nem is tudom, olyan 3-4-1 körül így kikapcsoltam a gépet. Hallod, 4 után aludtam el. Nem tudom, hogy mi volt velem. Nem bírtam elaludni kb. Így. De mondom, már nem kapcsolom be se a gépet, telefonozni se volt kedvem, azt itt dühöngtem így magamból, hogy nem bírok elaludni. Szóval. Nem tudom, hogy mi volt. Na jó, de amúgy most oké, hogy álmos elkezdve még mindig alszod, de viszont amikor ki fog jönni a rossz, azért ott meg bennem lesz egy izgatott császod, akkor abból nem lesz annyira fáradt. Hát persze. Nem, most tudom magamat. Hogy három napig. Hát, így 3 napig nem fog aludni, az valószínű. De most nem is az érzés. Viszont most így unatkozok értem, mert most oké, egy paragon szintet tudom, de nincs újdonság attól függetlenül így a játékban. És azért a sokat fizetsz belőle. Hát igen, igen. Nekem egy ilyen Natalia chess kellő újdonság lenne. Meg egy ring. De egyébként durva lesz majd, ahogy így mond. Csak hogy kivárhat a rendszer, és 70. szintig nekem ott is jó másik. Jaja. Biztos, egész biztos, hogy azért nem esik. Most már majd 70-en akar meg ajándékozni vele. Amúgy igen, én ilyenkor szitkozódnék, hogy teljesen valami legendarim, azt tudom, hogy 70-en kiesni. Hát azért nem tud ide. Így hát volt... Tinder futta is. Figyelj, csak volt már erre precedens, hogy kiesett egy Immortal King Chest, rá utána egy, mit tudom én, fél órával még egy esett belőle. De hát fél évig nem kaptam egyet se. Ja. Nem kaptam Immortal, egy Immortal Chest-t, hanem esett van, még játszottam összesen. Egy jön. Hát nekem már Immortalból rengeteg esett. Sapkából, hú, abból nagyon sok. Cipő is, mondjuk a cipő az pont nem a legjobb. Mm-hmm. De abból elég sokat találtam úgy Immortalból. Megint nincsen nálam az a hülye nyakán szokásos kedvéért. Aha. Most következik után, vagy ez köz után megkeresem azt, hogy csak a rohadt nyakántot. Melyiket az árkános? Ja. Ez jó lesz 70-re is, azt megtartom, az biztos. Hát az, ja, egy darabig fog védeni. Mindig itt van az inventory-ban. Hát addig fogom rakszolni. Jó, én tökorival játszottam, hogy azért. Áh, ezt a diszkót, ami itt megy. Meggondolom hordás is. Nem, de hordás is. Amúgy az egy kurva gyeges tulajdonság a horda. Persze, ha al is vagy. Ja. Hát de nem fog oda menni közelébe, érted? Ez egy elefant, nem. Hm? Már 2 lézer keresztre áll, mint az oldó. Ez nagyon durva amúgy most. Ja, és a bosszak itt van nálam. Hozd ide. Bakker, csak úgy futok előle.
Az vagy, hogy legtöbbször ilyenkor úgy sikerül a futás, hogy tudod, így egy vonalban futsz így, amerre megy az erdén. Igen. Amúgy nem is értem, hogy tükök, nálam van 6 millió meg a bot. Tényleg, mit tűnik? Mi ezeket a kis erkélyezőket? Jel vagyunk itt, ahogy gép. Csak az a gáz, hogy ott meg nem kapjuk onnan az XP-t. Ha játok, olyan messze ott vagyunk, már ide. Nem, olyan nem kapjuk egymástól. A világból kiszaladtak körülbelül, az ennyi nem kell félni. Hát nem fírjál egy kapott. Nem, kus, nem láttam a videót. De úgy hallod, amíg ide nem jöttünk, addig nem akartál meghalni. Nem. Nem, amúgy meghatnak már, ha nem tudok olyan éppen, csak annyit ott. Csak komolyan megkeresem azt a rohagyom, tehát amúgy meghaltam volna egyszer sem. Ráttál a kormálok hova? Hát bocsi, pont akkor kerültem ki az erkét. Ú, ezt pont vissza fogom nézni streamen, ez nagyon vicces. Hát én annyira nem értékelem azért. Hát ez nem is egy kis esetén rám, ne gyere. Na most nézem. Hát ez rohadt szóval. Ha legközelebb erkén lesz rám, soha ne gyere, mert mindig benne állok valamit. Legközelebbre már ő is behozza a francot. Igen. Kolyan, meg nem tudom, hogy melyik pedig mondom azt, hogy végignézik az összeset. Amúgy ennyibe jó volt a aukciós ház, hogy a belékelések. A belékelések mint. Én arra. Az a vakra, hogy most nincs. Igen, amúgy egy jobb lenne, hogyha ott a sima karakterra, amikor végignézeket, akkor meg tudnád invertről ilyet is nézni. Sokkal egyszerű lenne. Mennyiket lősz amúgy az a robbanó nyilla? 2,3 millió körül. Kap. Hát de abból 6-ot. Ja, területre mindenki. Tudom, hogy területre persze, de van, mondom, mi is hagyjuk tőlük a divanteremmel, valamilyen gíri van. Jó, mondjuk van vele kintet. Hát ez az 5 XP-des, mert amúgy meg ilyen 1,2. Össze-vissza van egyébként kisebb a sebzés, meg egyedül. Nekem most 200-60 KDPS-en volt a divanterre. Jó, hát kisebb, tehát papíron ugye ez 200, és most már 320 ezer, hogyha belépek. Adott napon nézed a profilt, akkor 200 ezeres az a DH. Ja, én nem néztem. Hát én 1,2 milliókat kritel mondjuk folyamatosan a Frozen, ez a Frozen arra vagy meg. Ez jó. Elemental Frozen. Ja. A Balendert tentakör is elég jó, mert aznak lassan megy. Régen emlékszem, hogy milyen vicces volt, hogy lassan ment, és egy nagyon magot megsepetett kb. 7-szer ott a játék elején. Wow. Hát ott az volt az Isten, meg annyi hílet, hogy konkrétan lőttem magad elé, ha egy maga csepesztés van, visszahílet igazából. Ja, hát igen, azt tudod. Visszatették. Jó, és mennyi volt valami 5%-ot hílet, vagy hogy rajta találtam ki? Vagy nem, nem, nem százalék volt. Ja, de nem így százalék, na igen, 500% Twitch Combat Life-ot tudom. Jó, meg a valami Twitch Combat Life-ot szedték ugye. Hát basszus, azért Demon Hunternek az a Shadow Power-je milyen volt már 30%, vagy mennyi volt 28%? Ah, hát ez az nagyon durva volt. Hát azt hallottam ott én. Tehát, hogy ott volt a Discipline Chanson Creed-ből, hát basszus. Most konkrétan annyi kritet ért, volt annyi kritet, hogy folyamatosan volt a Discipline-t, és hát azt mondom, tartott magad, és halhatatlan volt. Igen, rá. Igen. Ott a Manticorn kapásban, meg a labor rohadt jó fegyverük, két szokát, 100% Discipline Image, sok Dexterity Vitality. Meg ott van mellett a 10%-ig off-handem húzva, azért azt sem rossz. Talentból ott van, mert a crossbowból a hitáig is 50%. Tettem is be, igazából a Demon Hunter nem volt közel sinktől érhető. Ja. Hát azért egy portál lenyomt, hogy farmadik nem, nem, nem lehetett. A Demon Hunter nem lehetett túl utolérni, egyszerűen tudtok, Demon Hunterre jobbak voltak, mint Barbárra. Egyszerűen Barbárnak annyival rosszabb volt. A Konstant Songokuba egyszerűen mindenképpen, hogy 750 ezer körül volt a sebzésen. Utána azt elnyomsz egy rendet, és így azon... Ládalók? Nem kell srácok? Nem tudom, nem tudom. Amíg az előjön, amíg lehet előjön. Hogyha látok a rendet, csak hogy megyek. Ja? Igen. Kár, hogy amúgy nincsen zöld csillag, érted? Ez ilyen lenne már. Hát miért? Igen, zöld csillag el. Legább már zöld a fény, érted? Már az is van, miért? Annak is jöttek legalább a szepkelben. Hoppá, ott lenn van egy rakás csonti, nem megyünk le? Úrjál, én megvárom, én megölöm.
Azt megvárhatod, apám, hallod? Hallod, egyiket megkicsiszted át, ahol ez. Megoldottam. Na, én meg szintetét van, köszönj, hogy megúszkodok. Hát, apám. És akkor köszi, csinál már lépsz is, mi? Ja. Dolgod van. Ezt akkor mondnám, hogy ez most régen lett volna, és Paragon 100-as vettem volna. Jó. Ma még nem esett legendary boss, csak kérdeztem azért. És mennyit játszottál? Hát mint hogy másfél órát játszottam, miért jöttél. Mm. Egyet. Úgy azt hiszem, hogy te mindig fenn vagy D3-ban vagy, hát nem mindig, csak így este, amikor felnézek. De így sose hát vagy elérhető kb. Én ettől mindig fönt vagyok, igen, ezt mondani is akartam, csak nem mindig vagyok itt a gépnél. De hogyha úgy a filmet nézek, vagy ilyesmi, csak így ezt nem hallom, hogy írt, csak hogyha látom, hogy, hogy narancsárga a jaguárom felület, akkor jól azt írta. Mm. Ahogy mondtam, hogy felvetnél TS-re is, és akkor itt simán. Meg hogyha elmények például sétálni vagy biciklizni, akkor is átadok olyan hagyom, mert most olyan tőle lépni. Mm. Nekem a buffet DPS-em az elég gyenge, 2-15 ezer. Ez a durva, amúgy tényleg nekem meg valami 145 k. A sebzel vagy 10-szer annyit, mint én. Hát, ja. Hát egy ilyen Wizardnak a DPS-ével, tényleges DPS-ével, ami ki van neki írva, az én DPS-em olyan 6-700-re ér fel közel most. Aha. Hát 4 milliókat ütök, és az ment még egyszer a bárdé, és jobban kidok a Paragon is. Na merre? Merre? Már látunk, gacsintottuk. Ha látod engem, nagyon mofagba beleütök, van 17 millió HP-k, meghalnak. Jaja. Nem, de mondom, én most ezzel csak így bohóckodok, amíg kijön a rossz, majd hogyha kijött, majd utána, akkor majd elkezdem. De ahhoz képest ez egy ilyen 150 milliós gír, és megy fel úgy, mint egy Wizard, megy mondjuk egy olyan cirka 6 milliárdos gírbe. Aha. Hát igen. És úgy, hogy most van a barbár, elvileg. Mert igazából konvertálás még kicsit. De viszont amúgy körülbelül érdemes lesz szerintem valami pajzsal menni barbára. Azért 6 Fury egy blokkból fölvesz egy Helmut Commandot, egy nem tudom, Eternal régen vagy nem tudom, a gyűrű, ami blokkot ad. Egy Helmut Rule, bocsánat, már úgy az Helmut Rule. Egy Storm Shield, aminek van 3500 év blokkja, vagy 3400 év blokkja. Uh-huh. Simán 6 Fury egy blokkból, basszus, 5-ból, basszus, csak a Hammer kell ütnöd. De úgy ezt nem értem, hogy a barbár a legerősebb, akkor azt érted, hogy az a hiány brutalitás, hogy minden, és mégis a Crusader fogja tudni egyik kezébe hordani a kétkezes fegyvert. Tehát így a logikát nem értem már. De a Crusader, érted, ő az Akarum elit rendjének tagja, tehát ő kiképzett egy ember. Jó, de basszus, a barbár meg olyan brutális, érted, olyan lehetne, mint egy Fury variant. De a Crusader csak tartja a kezében. Nincsenek olyan skill-jei, amilyen nagyon viszonyat sebzést adni, tehát a barbárnak egy fokuszkárót adsz a kezén, azt az a hentel, plusz időnek van még kétkezes barba kell, hogy valamit tudni csinálni. Há, jó. De amúgy én a barbárnak amúgy simán megengedném két darab kétkezes segélyet, valamit így kis durrább valami beködése, mint a 10% movement speed. Mit tudom én? 11%. Nem, nem ja. Movement speedet vonnék le belőle, hanem mondjuk mit tudom én 600 spent. Vagy 600x spent. Én meg megnéztem a Game Guide-on, a Crusadernél, a skill kalkulátorból, ott már az van benne, hogy mínusz 15% maximum. Igen, igen, annyi. Speed. De hát ez még csak erre a vitára visszatérve, ugye, amiről tegnap beszéltünk, hogy uh-huh. mennyit, meg honnan vonja le, és még amikor mi befejeztük, akkor még 10% volt, bárha Poison itt lenne őt is megkérdezni, mert én 10%-ra emlékszem. Arra én is emlékeztem, hogy változtatták, csak én meg nekem az barki, hogy ott maximumból. Jó, de hogy van, tehát hogy alapból nem volna movement speed, csak a maxod nem lehet annyi, vagy hogy érted?
Hát úgy, hogy ha maximum movement speeden is vagy, akkor 15%-kal kevesebb lesz neked. Igen, a maximum movement speed. De viszont, hogyha alapból nincsen rajta semmi movement speed és bent van a tánc, akkor nem mész 15%-kal lassabban. Csak a maximum kevesebb alapból. Szerintem de. Vagy a fene se tudja, na most ez jó kérdés. Mert hát így ír, hogy maximum movement speedből hát igen, mert akkor meg elvehet, csak a maximum kevesebb és kész. Tehát hogy nem tudod növelni. Hát viszont, nem tudom. Viszont szerintem amikor úgy volt, hogy 10%-ot, akkor viszont annyi volt, hogy levesz 10%-ot és kész, és tovább tudsz kepelni. Ja. De viszont szerintem most így viszont nem vesz ide. Hát kis ide kurva idegesítő szerintem. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ez a... Mert a Rossz bétának a végén volt ez, hogy erősítik a kétkezes fegyvereket. Ja. Akkor már nem nagyon STO-s kétkezes fegyverek. Hát én mondom, a sárgát láttam 3886 DPS-se. TPZ-e gib. És nem piros gemmel. Azt már hagyjuk ott. Nem tudom, hogy az ilyen túl korai lehetett, hogy akkor egy túl OP volt. Hát nem tudom, de majdnem 4000 DPS-es volt a fegyver. Mhm. És abban ilyen 3, igen, abban 3000-esek voltak, igen. Végén. Én azt keresem gyorsan azt a hülye nyakláncot, basszus. Jó. Mert hülye kapott, hülye komolyan. De halványi az utolsó sajnk a jól lehet. A jobb utabban mindig kell játszottam. Mehet az új game? Ja, vagy még keresed a nyakláncot? Be kell átadni, az igényre mindegy. Nem, csak látom, nem akarom, hogy... Ja? Ja, vágom. Te itt közben váltottál, így váltogatod a karit, mert nem tudod, hogy melyiken van? Ez az. Amúgy ezt akartam mondani én is, hogy ennyi hátulütője még van ennek, hogy nincs AH, hogy ezután nem fogod tudni, hogy melyik karakterednél mi van. Csak hát úgy, igen, hogyha belépsz a játékba. Igen, mert ott fogtad... Áh, itt van. Hát de karakterlapon meg tudod nézni, nem ide. Csak a ládában nem tudsz benézni. Nem. Hát azt, hogy mi van rajta, azt látod. Egy inventory. Ja, hát. Egy nem látod. De érzem, most nálam lesz a nyakas, nem fogom utálni, bassz. Négy pedig valami. Bárkéres pakkot. Milyen ilyenkor meg imádkozok értük körülbelül. Visszatérve egyébként most a barbár ezzel a live streamre tud csak erősíteni. Linkeld már majd belé cikibe a nyakláncodat, amiről beszélsz, hogy megmutassam a nézőknek. Köszi. Tehát ilyesmikből van több. Ez is jó. Hát mindegyiket majd összeszedem belőle, mindegyik ellenállás. Hát, de is azt amúgy nem tudom, lehet, hogy elég a Black Swan-t összeszedni. De jó, de aznak volt a leggyengébe, kiérted. Ja, ja, hát, ja. Nem jó. Hát meg ezt nagy... magadnál tartod, és csak cserélget. Igen. De most mi fáj nagyon? A Fire Chain, meg az Arcane Enchant. Azt tényleg brutálisabb. Hát ez az biztos. Amúgy van Fire-ös nyakán? Van. Akkor jó. Fire, Poison, Villám. Jég. Van. Az is van. Mindenben van, csak fizikálás. Jó. Igen. Az durva lesz. Az lenne a legjobb. Ja, meg lenne egy Magic Arms, akkor nem is kéne Arcane-es, érthet bármilyen Magic Division fegyvőmben védett. Meg amit még tetszik egy kicsit legendári bónusz, ami most is így útoltak őet a klánba, ez a Gold War. Ez elég jövő. Most már figyelj, hogyha Gold Fight-on vagy... Ez nem olyan rossz. Az még jobb, amikor kinyitsz valamit és plusz 100 erőben is. Az is jó, az viszont láda. Tehát egy láda meg nem mindenhol van azért olyan sok. Mindjárt fogok. Itt egy fag, gyorsan keressünk egy ládát. Ez jó, simán belefutsz. Azért vannak helyek, ahol nagyon sok ládán. Jó, de az annyira nem, viszont ez a... Az, hogy megölszem... Gyakorlatilag láda mellett van neked egy berserker jelenleg. Jó, de viszont... Jó, a berserkerben a legjobb az, hogy nem fogyhat rá alatt, például, meg nem tudom, hogy nem kell. Mire Goldfrapnek, meg a másik, hogy...
mire Gold esik, addigra az azt mondja, hogy megölted. Tehát köszönöm az armort. De ha egy menete lévő mobhal megzítjük Goldot. És nagyon ritka az, hogy egy boss egyedül van. Nagyon ritka, hogy a boss fight felére megmarad. Azért rosszul én, ahogy elnéztem, a boss fight-ok kicsit materásabbak talán. De a boss ölés egy kicsit húzósabb. Ja, ilyen 8 milliárdos. Nem a Skeleton King megelőzőkre gondoltam bosszal, de szerintem a sima boss pakok is amúgy nehezebbek lettek egy kicsit. Kevesebb affixuk van, mégis nehezebbek szerintem. Hát nem tudom, nagyobb az alap damage-ük, ütésük. Hát ezek a dagadékok a passzus együttésből majdnem megölnek. Ezeket nem sármedelem, de tényleg meghalok. nem bírem, mit azt mondani. Bertőlem is két ütésük megölnek. El kéne venni páncét, így kérem azt a nyilván fáj. Hát? Ja. De ez így menő. Ja. Ez így vagány. Én ezekre átváltozom, giptenem. Nem, én nyomtam egy körtéket. Ja. Nem is fordultak meg. Igazából azért szoktam beváltozok, hogy nekromba kelljenek el. Aha. De úgy berserkem arra jól áll ez a kirjátszás. Nagyon beszélik egy ilyen piros lávaszerű lény, hogy nyer egy aranyaltárkát. Jó, hát majd az Imperius szán, majd az hogy fog állni. Amúgy azt tudod érennek fogsz a legjobban kinézni. Lehet, nem tudom. De ugye az a sárga szín szerintem a küzérelhet alapból idők. A barvások jobban indik szerintem amúgy a fehér. Az az összes többi kattózik szerintem. Hát attól függ, mert mondjuk a barbárnak csinálsz egy ilyen hárogátos, barbári, északi, havas, fehéres témás cuccot. Ahhoz tényleg illik a fehér szárny, meg ez a fehér hajhoz. Viszont szerintem a fehér, akkor küzdélhez annyira talán nem minden, nem mint a sárga. Hát azért nem tudom. Jó szetfüggő is persze, de annyira nem. Elviselném, nem arról. De meg már meg kellett volna kapni a fárgyatot, aki Bidált sem vettem engem. De. És már kaptátok? Nem. Jó. Mert elvileg már a... Hörszomba kártyákat csak meg lehet kapni. De utána majd unokat a sortok kiküldje rá a Hörszom kártyalapokat. Ő is gyűjtét lesz. Be 5 pak lehet ugye egy felhasználóra, én is gyűjtét leszek meg ő is az 6, de viszont gondolom össze megkapok belőle, az kész. Tehát engedni fogja a Remeo két gyűjtői kódot. Úgyhogy mondod, bocsi, nem tudtam figyelni már. Hát 5 paklit lehet ugye igényelni egy felhasználóra, mert máshoz tudja adni a kódot. Milyen paklit? Hörszomra. A kapsz mellé ugye pakli. A rossz mellé. Nem te jutott ki a hír? Nem. Ja, azt nem olvastam végig most, csak láttam, hogy írtak ki hírt, de ugye ma is, hogy 5 órán át írtam a kérdéseket, csak épp, hogy felnéztem D3.hu-ra, aztán így láttam, hogy még a sticky kint van, mondom, akkor jó, hogy ezt a sorsolásos témát néztem meg kb. Csak. Uh-huh. Azt az a lényege, hogy van mindenki kap mellé kártyalapot, simálhat egy paklit, kapsz a gyűjtéje 3-at, de viszont más oda tudja adni a kódot, tehát hogy nem úgy vagy, hogy a CD kulcsa van együtt, hanem el lehet adni, hogy valaképpen nem akar hőszona játszik. Csak hogy én unnak az esomtól elkérem majd, az viszont 2x3 is azt mondta, de nem engedi a kívánni, úgyis azt maximum 5-5-en kapok belőle. De nézd meg, Fist Weapon volt a hullában, Legendary. Isten. Fist Weapon? Fist Weapon, ja. Isten. Jár belinkelem. Crystal Fist. Ez az. Simán erre fordulnám rá, mint a vikit. Na úgy örülök, hogy a fegyverek örülhetik valamilyen szinte a Skyview ügyet. Basszus, olyan fegyvert várni, ami még az is van. Viszont egy csomó tudtul a statot. Ide arra. Tényleg. Csomó tudtul a statot. A statot szerintem annyira... Még mindig ugye mondták azt, hogy nem lesz olyan cucc, ami mit tudom én, rend a 100-ról 1000-ig lett. Oké, de még akkor is nagyon csomó cucc, ami túl legenderik, ami például túl kevés is lehet rajta. Ami nem olyan, hogy jó, most a legkevesebb lett rajta, azt akkor mi van. Viszont azért most vannak annyira durak, én szinte tudom is, azért 120 rendért az egyharmadával több vagy kevesebb, az nem mindegy. Hát igen. Ott vannak még csontik, gyertek csak. Mondjuk azt hittem, hogy több, de ez is egész szó.
egy személyesbe tornát hatan egy csontváz 4000 XP-t. Hmm. 400 ezer? Uh-huh. 1000 csontot kell hozzá megölni, hogy szintet egy. Az kemény. Na, lehetszük el a South Park-ot, tudod. 45.642.864 csontváz, a valami 800-ban maragó szint. Ja. Jaj, képzeljétek el, amúgy a tanár ma írt nekem, délután, hogy elfogadta a Diablós program ötletemet, úgyhogy meg fogom csinálni ezt a Diablós programot, majd kiteszem a honlapra. Jávában fogom írni, Paragon XP kalkulátor lesz benne, meg még ami egyébként kiszámolható, meg ilyesmi, azt bele fogom majd írni szerintem, amit csak lehet. De hát nyilván sajnos ilyeneket nem lehet, hogy mennyi az esélye annak, hogy elitpak dobjon, mit tudom én, Legendary, hogy hány elitpakot öljél, de vagy ilyen. De 50%-a nő, mint egy sima mob. Még amúgy szerintem most ezen változtattak. Igen, úgy másfélszer akkor esély volt rá, és ugye elitet meg kevesebbet ölti. Viszont szerintem most változtattak rajta, mert sima mob alig dob Legendary, nagyon is. Hát, hullába is többször esik. 50% esély, vagy igen, vagy. Ugyanezt akartam hozni. Én lottóra is ezt szoktam mondani, hogy 50%-ig esélyem a lottóra, hogy mennyire ez, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy... Azt most valaki elvitte, hallottátok, hogy 3 milliárd ja. volt, hogy ja. mennyi? Az kemény. Hát jó, de volt már 5 milliárd is, úgyhogy ahhoz képesek. Ja, szóval nem is kellett volna. Nem, ja. ilyen kevésebb esélyére volt benne. Rosszá ízelt vennéd fel azt a 3 milliárdot, vagy akár 5 is lehet. Ja, hát mit vennél belőle a sarki boltban egy gömbvágót, hogy mi? Körülbelül. Ja, 3 milliárdba vagyok már. Hát figyelj, a hajrom azt kiszámoltottam, mert azt mondja, hát akkor mint ugye 3-4 milliárd volt, hogy abból melyik gumit tudott tudna venni. De azt fejlő számoltam ki. Az az a? Fél órám azért nem, így sétálás közben. Apám, te rosszabb vagy, mint egy haverom, aki azt mondta, hogy régen így, mit tudom, amikor mászkált a városba, vagy ilyesmi, akkor így az autókat, amiket csak látott, így mindegyiknek megtanulta a rendszámát. Szép. Így, tudod, így mondta, hogy mit tudom én, kék Ford, mit tudom én, micsoda, DGD 058, meg ilyenek. Asztúra. Azt így hazament, azt így kibökött otthon, hogy 200 ezer terület. Erre csináltak egy filmet, nem? Nem a haverodról? Nem. Az első viszont. Emberre gondolsz? Igen. Hát nem tudom, ez egy kurva, hogy még gimibe volt egy ilyen haverom, aki ezt csinálta, hogy unatkozott. Mérés, de lehet, hogy ő is látta azt a filmet, nem tudom mikor az a film és honnan vette az régi, ötletet. Régi, nagyon régi. De valami másokban ellen, hogy számolta a kártyalapokat, az is jó volt. Alaposan ki az, de a kártyákat meg tudja számolni. Meg a kockát láttátok? Filmet? Nem. Abban van egy ilyen, hát két rész van, és az első rész, azt láttam később az első rész, a másik az viccesen volt mondjuk, de az elsőben meg van egy ilyen lüke csávó, aki olyan egyenletet oldott így a történet szerint így fejbe, amihez ilyen, mit tudom én, milyen számológép, ilyen, tehát nem úgy, hogy beütött számológép, nem bírják írni, olyan értékekkel kéne számolni. Ilyen derivált faktor, vagy mit, hány faktoriális, vagy ilyesmi, és ilyen nagyon durva számokat, ilyen mit tudom én, 7-8 számú egyéneket. Azok fejben lederiválja őket. Meg kiszámolja a faktorát. Most azt én is könnyen derivált. Hát jó, meg mi 9-8-9 számokat ott vannak, megmondja neki a saj, és így egy másfélet hosszítja ki azt, hogy mennyi. Ja, amúgy ez csak fogyik. Amúgy abból van, vagy 6 rész. Egyre rosszabb. Golyan? Én csak kettőt láttam. Igazából az első az igazi kockáján, hogy a társadal szólni, hogy az egyetlen. Ja, igen, hát én egyet az a kettőt láttam, egy az, nem tudom, amúgy az jó volt, hanem a kettő is még igazából nézhető volt, többit is láttam, és tudom, hogy van. Csak úgy mondtam, hogy 6, de 4 biztos, hogy nem tudom, hogy a kettőt. A 4 az már, így emlékszem, hogy nem az igazi, főleg az egyhez képest, mert az... gyakorlatilag kultuszfilm, de... Ilyen, mert most belegondolsz igazából, hogy az a számolgatás meg ezek az, hogy az marha menő értem, hogy kilogizálták azt, hogy hol vannak éppen. Ez marha durva.
most a Hellraiser-t akarom megnézni, hogy az milyen egy film. Azt még nem láttam, van annak is vagy 6 része, vagy 8, vagy nem tudom mennyi. Na most a hírepvédát néztem meg, de basszus, annyira nem. A egy az jó volt igazából, az nagyon jó volt szerintem. Kettő is azért jó volt, az ilyen közepes. Három, de nézhetetlen körülbelül. Melyik? Hát a három, hírepvéd a három. Azon alatt nem tudtok. Tényleg amúgy észrevettem közben a iszébe, az Excel táblázatba, hogy a 90 kérdés helyett 89-et írtam össze. Van egy hely még. Én arra gondoltam, hogy egy Joker kérdést kitalálhatnánk itt az adás alatt, aztán beleírom, az, ez ilyen Joker kérdések között lenne, aztán vagy beleteszik, vagy nem. Igen, és arra kinézi a szívet, azt tudnál választ. Hát ennyi, de egy kérdés a 90-ből érted, tehát igen, most... Nem tudom. Kicsőges néző lenne. Ha a nézőknek van kedvük ilyesmihez, akkor írjanak, aztán valami kérdést kitalálhatunk, hogyha van kedvük hozzá. Ha nincs, akkor meg, hogyha úgy gondolják, hogy felesleges, akkor meg vagy valamit nem tudom, kitalálok. Csak ma már úgy lezsibbadtam agyban, hogy értelmes kérdéseket összeszedjek. Hány négyzetméter a Diablo 3 területe? Tudjuk ilyesmit. Attól függ, melyik bekreállás. Így van. Ez a helyes válasz. Tud lennére kérek, hogy mit tudom én hány ezer. Ez Diablo-ról. Köszi Isten. Nekem Diablo-ról tetszett a Diablo. Mit találtál? Zöld gyűrű, de... Nata. Azt nekem azt hiszi, Diablo előbb volt egy ilyen videó, hogy a csávó csináld egy szóval. Jaj, ne már. Úristen, ebben a gyűrűből már van hány fajta. Igen, polcról. Ma törtem be hármat. Csinált a csávó egy sorcereszt, és úgy kreálta be a játékot, ilyen programon ugye megszerkesztette, hogy a lejáró után legyen egyből. És akkor lement, mit tudom én, melyik szintre már, és megölt egyetlen egy mobot, és 11-es lett tőle. Azt megölt a Diablo. Ugye legkényebb. Azt ment főért, azt is mondom, ez nem nézi. Kajak úgy kreáltam a játékot, hogy lejáró után lejáró legyen. Tehát nem kell semmit keresnie. Meg a egy olyan még, ami emlékeztetes nekem, az a chestet megtalálni, az a sárga chest, amit két oldalra kinyitod a falat, utána meg bevész középen és a kód teszik a földön a chest. Ez baromi jó. Erkenz valahogy. Mi volt annak a scrollnak a neve, amiben a falon átláttál? Valami infra. Infravision. Ja, az. Azt nyomattam mindig, és akkor izé apokalipszis eltem, hogyha voltak a falon. Tényleg a Bachelor-nek annak azt is feldobott, ő dobta a fegyverét? Szerintem nem. Nem fixen, csak jó esélye. Jó esélye, így van. Mert ez már régóta nem emlékszem. Így van. Na, megint egy ilyen hülyebb része. Bár ez patchről patchre ugye változik. Ezt akartam mondani, hogy az alapjáték patchével talán, vagy hát az alapjátékban talán hoppá, pont fixen. Hát ezt így használom is. Az igen, ez nagyon jó, ilyen van nekem is, a Demon Hunter-on, vagy nem tudom. Ez egyetlenik hozzá, de így néznek a legfősebb rajta. Legfősebb a fikorva. Ezt ugye neked gyártották. 17. Fire Skill Dimitri. Szúzós le. Nekem életen első Diablo 1-es film az volt, hogy IA-szal kezdtem. Aztán eljutottam Butcherig, de addig így nem nagyon tudtam, hogy mi az a játék, ilyen save meg ilyenekről nem tudtam semmit. Kinyitottam az ajtót, együttésből agyon csapott, aztán nem tudom, hogy na most akkor mi van. Hát igen, a Butcher az kemény volt, szerintem azért. Hát ő kemény csinál. Most tanuló játékokra szerintem. Kezdhettem előről, egy órán keresztül jutottam kb. Oda. Miért? Hogy is volt? Jó, egy kajak nagyon régen játszottam rajta, hogy ott meghalt, akkor előre kellett menni, vagy... Hát lódolni hát, kellett. Ha meghaltál, akkor jól bele. X pozíciót mentett. Ja. De nagyon rég volt, erre nem végeztem. Tehát tényleg annyira... Tudtam, hogy kell menteni. Ja. Nem mentettem a játékot. Nem baj, legalább tanultál belőle. Azok majd meghalhatjuk azt. Ezt szétakarunk. Nem már hagyjuk sem szétakarunk. Kb. Ez volt az első játék, amit PC játszottam. Átmondom nekem, hogy meséltem le egyiknek is, hogy írókat, és akkor kisírtam magának a számítógépet, én azon annyira röhögtem, basszus.
Hát, ez kegyetlen volt. Megjött az egyik tegnapi nyertes, a pufatarcú. Neki mondom akkor, hogy majd úgy lesz, hogy összesítjük az összes nyertest, és utána postázzuk ki, tehát majd rossz megjelenítése. Fájos éles? Megjelenítése után. Új, új! Beledem a Azám. Feeder. És meghalok. Lépjük el a láncokat. Persze, adj király katonát, mi? Ja. Csak itt nem közé kell szaladni, mert azok fogadhatok. Bakker, ez nagyon durva ez a fájöcsém. Hát azért mondom. Na most képzeld, és ezt közé lesz, és a magok akkor is arra fognak menni, hogy téged sebezzenek fel, mert amúgy ugye okosak ilyen dinamó, és akkor sebezni akarnak vele. Aha. És akkor azért arra fognak menni, akkor mennyi fognak kirenni, konkrétan nem fogsz meghalni, semmiképpen körülbelül. Hát a esetleg ember is most értelmes. De halott. Ti hova szaladtok? Itt még itt jönnek föl. Oda vissza fogunk jönni. Elefordítom, te vagyunk arra. Ja. Mutta barbára. Legalább neked is van valami a szodáig az a hibálásokra. Micsoda kidokumentálta Anu és Tata mitológiát? Na, azt kidokumentálta, de válaszokat is kérek hozzá, szem úgy, hogy... Ja igen, az egyébként úgy lesz, hogy ha valaki már nyert egyszer, őt nyilván nem lehet kisorsolni még egyszer, másnap sem, vagy ilyesmi azért. Azért ez durva lenne, mert már erre már sokszor volt például, amikor Fischer is streameltünk, hogy ja. Volt, aki három adás egymás után nyerte a cuccokat, és akkor mondtuk, hogy hát most mi legyen. Itt azért mégis a tárgyi nyereményjátékokról van most szó, vagy tárgyi nyereményekről? Hát mert ha különböző tárgyak lennének, oké. Okay. Hát akkor persze, akkor még oké okay lenne, de most ugyanazt sorsoljuk, úgyhogy... másnak is megadjuk a lehetőséget. Valami van nekem a lámesszen, hát ezt nem vágtam. 5 millió berzerk nélkül, az befogsz. Hallod, ezt kajak bele fogom írni. Csak még mondjál három rossz választ is, jó? Na, mi az? Hát ki dokumentálta Anu és Tata... hát nem tudom kimondani. Tatamet mitológiáit. Na. És Lamessen. A Black Book of Lamessenben. Ez a Diablo 2 Act 3-hoz talán kapcsolódhat. Ott volt Lamessen, nem tudom miért kellett megkeresni. Már nem azért, de mire oda jutunk, hogyha véletlenül kihívnak, és ezt úgy is elfejteném választ. Ja, hát azért ezt szerintem meg lehet még éppen jegyezni, hogyha... de ez így tud beugrik, hogyha van 4 kérdés, és akkor az egyik a helyes, akkor beugrik. Ez kajakról a jó kérdés. Mondjuk nagyon, nagyon kemény. Így, tudásügyileg. Hát így. Vannak ehhez hasonlók még egyébként, amiket kitaláltam, az nagyon, nagyon durvákat összeszedtem némiket. Már néha elgondolkoztam rajta, hogy... te se tudnád. Nem, van olyan is, amit én se tudnék, persze, mert van olyan, amit úgy szedtem össze internetről innen-onnan. Amúgy én azt is betettem volna azt, hogy mikor adták ki a Diablo 2-t. Meg a Diablo 1-et. Aha. Kicsit egyszerűbbek, hogy a leszerűbb hívnak egy sorolhatsz fel, vagy Diablo milyen testben fordulsz meg a játék során? Hát benned. Benned. Csak hogy mondjuk az Albrecht és benned meg a Lia, és akkor még mellette be lehetne ilyen ismertebb karakterneveket nyomni. Például a Black King, ez simán bejöhet. De várjál, kibe fordult meg benned, az oké. Okay. A... Albrecht volt. Leorifia. Az első. Az volt az első, utána lett éte. De a kettőben ott viszont... Ott volt benned. Nem.
Ja, te vagy az öreg kis facikám? Diakabro egy hős, aki kinyírta, hős, abból igen, az akulát. Na igen, de a kettőben meg van egy olyan, hogy átalakítja, Mephisto alakítja át Diablóvá azt a kis facikámat. Hát az túlzás, hogy alakítja, addig alakult a vándorlás. Tehát akkor az is te vagy. Tehát benne, az vagy te, azzal a kamár. Na igen, ezt nem értettem azért. Na azt tudom, hogy egyek úgy végződik, hogy átalakulsz te. Mert megkísért a Blackstone azt, addig vágom. Kicsit belevágod a hangot, ami teljesen nem tudja. Teljesen, tehát amúgy meg sem zavart az elmét. Szerintem ez így alapból jött a készség. Adott az érzésnek. Na az neki jó. De nekem az is tetszik igazából, hogy a háromban most itt, hogy ugye Akt 3-ba átalakul a liak, és akkor nem szarodik ért. Hát nem milyen kis komportál. Hát akkor elhívta azt, hogy egész város átkomportál. Ja. Pedig nem nagy értető. Akkor meg azt tettük, hogy csaj lett Diablo. Én igazából ezzel sem értek egyet. Volt Pasiro is ugye scriptek, elég jók voltak róla. Körülbelül nekem jobban tetszett. De viszont a hangja, akkor mi a faszomért Pasi? Most úgy őszintén. Az tényleg érdekes, ja. Mert legyen csaj, még addig nincs gond rajta, mert rohadt hír nézni. Ez a vállalatlan hangképzés, hát egyszerűen de a hozzájátja, ez mély hang lesz. De a vállal mennyire hülyén néznek már ki azok a ilyen kis szájak túl? Igazából voltak ebből ilyen témák, hogy talán valamelyik interjún mondták még annak idején J. Wilsonék, hogy hát igazából Diablo ő ilyen unisex vagy, hogy is mondják ezt? Ja, unisex, igen. Nem unisex, csak... A szex? Szexuális. Na hát igen, de hát neki nincs neme gyakorlatilag. Vagy Androgyn. Akkor mi a kökömér van mellett? Tehát, hogy... Hát ez az, hogy a gazdatestből... Más is van. Nem, hát a gazdatestből, amiből átalakult, némelyik jellegzetességét magával vitte, némelyiket nem. A hangját nem. Miért? Ilyen kis voltak a vállai, ilyen kis szájak? Nem, mondom, némelyiket magával vitte, némelyiket nem. Hát a csöcsöket vitte. A popót az így most konkrétan nincs előttem, hogy az szinte a karcsú testalkatot, azt is örököltem. Már nem örökölte. Azért, de ez úgy nézik, akkor mint hogyha bemész a boltba, és akkor azt a segget kérem, azt a mellett, meg azt az arcot. Hát azért nem, mert itt két dolog közül lehet választani, ugye. Maga a diablós dolgok, ez az a szexualitásból. Mert nem azért, hogy tetszett volna neki a lába, és megtartja azt az emberi lábakat, és akkor mindig fog őborúra. Micsoda, Bolaz no explode instantly. Na, bolasotok. Igen. Akarom. Neked nem kell? Hát én nem azt használom. De ez rohadt menő. Nem is akarod, mert ennek a... Hát akkor nem tudom, ezt erre kipróbálom. Ezt erre váltam. Én ezt farmolom. Melyik ide? Csak rossz helyre esett. Rossz helyre. Ha nem kell nektek, elmondom, basszus, ez a bolasot robbanós, az menő. Isten, mennyire ez far van azt. Ja, ez far volt az? Igen. Ja, basszus, bocs. Szép. Már amikor DH-val bohózkodok. Aha. Ez bohózkod, mi van? Hát normálon. Téfordul. Az derék. De vicces egyébként. Bólát így erősít és Hungeringer út még mellett. Nyilván tudom, hogy skill-t fogsz használni. Ja. Annyira idióta párosításod, kedvencem. Megkaptam ezt a Xepherian amulettet, ami ugye immunissá tesz a lightning damage ellen. Igen. Rollolt rajta 92 lightning resistance. Kösz. Juhuhuhu. Pedig az a jó, hogy olyankor meg kevés lightning resistance, mert ugye annak a százékát hívja, hogy annyira mit sem tudja. Én meg abból sokat sem tudok átképp úgy érnek, ahol baromi jól, meg sem mozdul a HP-ntől. Mármint így most, hogy rajtam van, tényleg annyira gyorsan reggel, hogy bármilyen más üt engem, meg sem mozdul át, hogy annyira gyorsan tudjuk elütni. De az teljes random, csak egyszerűen annyi nem. Látod, de azóta itt egy goblin is behajok hagyva. Úgy. Hol van itt goblin? Ott közte. Most mi? Látom. 9 millió? 9? Jó, viszont. Bakker. De azóta nem tártunk át, hogy nem csontos. Ez most oda meghalt? Aha. Az úgy kemény, mert látok két potiont, aztán annyi. Hát ez természetesen. Négy emet, mert négy sem
a Zandari eltízásnak hogy van a negatív passzívja? Hát most már csökkentették, most már csak ilyen 10%-on lehet a legtöbb, vagy 8%-on, valami ilyesmi. Bonus fire damage taken. És ja, akkor azt kéne a fire-es nyakvánc, akkor minden. Ja. Ja. Ez nem egy buta ötlet amúgy. Ez sem is, igen. És Fire-ből meg igazából nagyon sok tulajdonos. Igazából az a ár kéne, hogy abból csak az ár kéne enchant van, de viszont az meg rohadt erő. Vagy hát, vagy hát. A százalék is, mert az összes többi 10-15, ez meg az ár kéne, és ezek 20-25. Jó, de mondjuk ha valami ne felejtse, ugye például azt mondta, hogy Jave is ad. Igen, Jave is azt tudom azért. Ja, tehát azért az sem rossz. Tehát egy olyan kasznak, ami alapból sokat sérül, tehát ugye a mi nem méri kasznatoknak azért a Jave sokat sebez, mint beszéltük. Hát, ezt most nekünk mondod. Hát jó, de ez engem nem csövet például, tehát ugye nekem nincs érdeke az. Engem sem, hogy itt a kérdés. Sem, hogy itt a